magabiztosan 7 pont előnnyel nyerte a megyei másodosztály Kelet-Magyarország csoportját a Tarpai Együttes, amely így egy osztállyal feljebb kezdi a 2017-2018-as bajnokságot. Mégpedig új edzővel, mivel a vezetők Márton Istvánra bízták a szakmai munka irányítását. A tarpaiak július 6-án kezdték el a felkészülést, amelybe egy egyhetes edzőtábort is beiktattak. Senki sem távozott, viszont érkeztek új játékosok a csapathoz. Két új játékos az, aki már aláírt hozzánk, Illés Gyula Nyírbátorból, aki már a rossz nyelvekkel ellentétben nem a pénzét jött számolgatni Tarpára, hanem azért, hogy a jövőjére gondoljon, 35 évesen el tudja kezdeni az edzősködést. Másik új játékosunk Dávid Robi, a másik megyekettes csoportnak a gólkirálya. Megegyeztünk még egy belső védővel is, de hát ismerve már a játékosokat nem kellett csalódnom, hogy volt olyan játékos, akinek kevés volt az adott szó. Sajnos így róla lemaradtunk, de ami ettől fájóbb, hogy másokról is lemaradtunk miatt, amivel nem terveztünk más emberrel. A legnagyobb igazolásnak Csank János számít, a korábbi szövetségi kapitány ugyanis szakmai tanácsadóként segíti Márton István munkáját. Azt gondolom, hogy Csank mester nagyon sok mindenkinek, sőt szerintem mindenkinek tudna újat és jót mondani. Ő egy akkora tekintély, akivel azt gondolom, hogy megtiszteltetés együtt dolgozni. Nagyon sokat segít az észrevételeivel, ha kérdezek tőle bármikor, bármiben áll rendelkezésre. A tanácsait nagyon jó meghallgatni, játékosok is odafigyelnek rá. Az pedig, hogy hogy került Tarpára, ez kicsit talán véletlen is ez a dolog. Ez még télen kezdődött a sportbában, amikor meg akartunk hívni egy nevesebb vendéget. Ő akkor is egyből rendelkezésünkre állt, eljött és nagyon közvetlen volt mindenkivel. Aztán, mikor a Kárpátalja válogatottal mentünk Ciprusra, és a polgármesterünk Szécsi Szabolcs felkérte, hogy vállalja el a válogatottnak az irányítását, első szóra vállalta, és ott Cipruson, amikor egy hetet együtt töltöttünk vele, polgármester úrral, elnök úrral, akkor merült fel az először komolyabban, hogy munkát vállalhatna nálunk, ami utána szerencsére sikerült is. Márton István elmondta, hogy a hazai meccseiket péntek esténként villanyfénynél szeretnék játszani, ami egyedülállónak számít a megyei bajnokságukban. A körülményekre nem lehet panasz, az MB3-as licencnek is megfelelnénk. Ami nehézséget okoz most a nyári felkészülés folyamán, az az, hogy a pályánkat felújítják, teljesen új talajt kap, öntözőrendszert, gyepszőnyeget fognak leteríteni, ezért most nyáron vagy albérletbe kényszerülünk az edzésekre, vagy van egy kisebb edzőpályánk, amit használni tudunk, vagy akár a műfűves pályánkat is. Azt gondolom, hogy ezt azért minden csapat megirigyelné, műfűves pályánk világítással rendelkezik, fedett lelátónk van, ami most épül füves pályánk, azon is világítás lesz, tehát azt gondolom, hogy irigylésre méltó körülmények között dolgozhatunk, és egyre inkább jönnek ki a tehetségek az akadémiánkról, amellett, hogy most is a 8. korosztályból 6 ember ment el Debrecenbe és Nyíregyházára, amellett mindig ott maradnak a srácok, mindig vannak, akik nálunk folytatják, ezért is fontos, hogy már most nyáron többen velünk tudták elkezdeni a felkészülést, 2-17 éves srác folyamatosan játszik a felkészülési mérkőzéseken. A Tarpa célja a biztos bennmaradás kiharcolása. Az ehhez vezető úton az első lépést a nyitófordulóban, hazai pályán a legutóbbi bajnok Balkány ellen teheti meg Márton István együttese.